és ez itt valóban a nagy kép, és azt hiszem, hogy nem folytatjuk, hanem hát nagyjából lezárjuk a sorozatunkat, amelyet a nagy képen belül indítottunk, és amely az önkormányzati választásokig tartott, és egészen meglepő módon az önkormányzatokról szólt, illetve az önkormányzati választásra próbáltunk megszólaltatni mindenféle embert, mégiscsak az a választás, amely leginkább hatással van az emberek mindennapi életére, vagy te mit gondolod? De csak én előbb, amikor mondtad, hogy az önkormányzati választásokkal foglalkozó sorozatunkban az önkormányzatokkal foglalkozunk, szerettem volna egy doppergést így inzertálni. De nem volt doppergés helyette, hanem végig tudtam mondani, amit akartam ezzel hála kapcsolatban. Nyilvánvalóan azt hiszem, nem ezzel robbantottuk szét a elsősorban az online hallgatóknak a világát, de számomra egyébként ezek érdekes beszélgetések voltak. Persze, meg hát közszolgálati blokk. Falvaktól Budapestig mindenféle települést végignéztünk, hogy kik aspirálnak, kik indulnak, szerintem sikerült egy nagyjából nagy képet. Na, ha Falvaktól Budapestig, akkor az első beszélgető partnerünknek pont egy falusi polgármester kínálkozik, mégpedig egészen speciális helyzetben lévő település, illetve a személy maga, és ha minden igaz, már itt is van velünk Gulyás János. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Gulyás János vagyok. Jó napot kívánok! Erre számítottam, én már végignéztem magával két riportot is, a hangszíne az teljes egészében megvolt. Megnyugtató. Nos, akkor mondjuk el a hallgatóknak, hogy Borsod Bóta, ahol ön polgármester, az politikai szempontból mitől is érdekes? Ön mit mondana elsőként? Hát Borsod Bóta mindig alapvetően bányász település volt, és a bányászok összefogása, a igazi baloldali érzelem, az mindig Borsod Bótán a baloldali értékek megteremtését jelentette. Ez vonatkozik arra is, hogy a úgynevezett rendszerváltás utána maradt továbbra is az akkori MSZMP, és később nyilván, mint a Magyar Munkáspárt. És ez a munkáspárt működött, lényegében valamennyire működik, és jelenleg én is, illetve kezdettől fogva mindig a MSZMP tagja, illetve a munkáspárt tagja voltam, illetve vagyok, amióta tanácselnök, illetve polgármester vagyok. Ön az utolsó munkáspárti polgármester az országban. Hát jelenleg egyedüli vagyok, de most többen vagyunk újból indulók országos szinte. Ez a egyik dolog. Na most az, hogy Borsod Bóta miért munkáspárti polgármestert választott, az is érthető, de ez sem egyébként feltétlenül szükséges. Valószínűleg egyébként azért, mert az önnek a hitele az nagyobb volt, mint mondjuk bárki más, akik megpróbált indulni, hiszen említett tanácselnök volt korábban. Viszont vannak itt még érdekességek. Próbálna egy kicsikét beszélni magáról, még a faluról, aztán ezt az érdekességeket majd feszegetem egy kicsikét tovább. Azon túl, hogy bányász település. Hogyan élték meg az elmúlt 30 évet, és hogyan az elmúlt 15-öt ebből? Jó, tehát említettem, hogy bányász település alapvetően. Másrészt a ózdikoházati üzemekhez kapcsolódott. Végül is a 1990-es években, mikor a kohászat leépítésre került, még annyira nem érezte meg Borsod Bóta lakossága, az itt élő munkavállalók, mert a bányákat később kezdték bezárni. Ez volt a nagyobb érveszteség a településen élőknek. És mint bányász település, a bányák megszűnésével, tudni kell, hogy a környéken több bánya is működött korábban, Farkasok, Baputokon, Királda, és tehát ezek megszűnésével váltak nehéz helyzetbe az itt élők. Annak idején, mikor a bánya működött sok helyen, egyedül a férj volt a család fenntartó, mert az akkori bányászületésből meg tudtak élni, a feleség pedig otthon tudta nevelni a gyerekeket, növényt termesztett, állatot gondolott. Tehát egy biztonságos életmód volt itt a településen. Ebben az időben épültek a bánya támogatásával a úgynevezett kádárkocka lakások.
És elmondanám, hogy még a 90-es években évente 3-4 lakóház is épült a településen, és 1990-től egyetlen egy építési engedély kiadására sem volt lehetőség, nem volt igény. Sőt, ami a gond, hogy sajnos a lakásoknak a felújítása, folyamatos karbantartása is elmarad, mivel nincs anyagi lehetősége az itt élők részére. Tehát a település végül is ilyen módon kezdett leépülni. Nagy jelenleg is a munkanélküliség, ebből következően a szegénység. Sajnos itt élők elhelyezkedni sem nagyon tudnak, illetve hát Ózdon még a volt kohászat üzemektek és bezelepült egy-két vállalkozásnak vannak részlegei, ahol dolgozhatnak, illetve van lehetőség esetleg Kazincbarcikára vagy Miskolcra elutazni, ez viszont jelentős utazási idővel jár. Sajnálatos módon a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat a közmunka program keretébe. És a közmunkáról tudni kell, hogy hasznos a település részére, megélhetést jelent a munkanélküliek részére, de sajnos nem azt a jövedelmet keresik meg, mint amit az egyébként a nyílt munkaerő piaca. De ehhez kapcsolódva a településről elmondanám, hogy az alapvető dolgokkal rendelkezik, az alapvető infrastruktúrával, intézményekkel, intézményhálózattal, viszonylag jó a autóbusz közlekedés Óz irányába, mint járási székhely irányába. Mit mondjak még a településről? Nem volt igény egyáltalán arra, hogy építési engedélyt adjanak ki, tehát nem gyerán szólva leegyszerűsítve, nem volt igény a faluban arra, hogy ott új otthon teremtsenek. Ez így volt az elmúlt időszakban is? Tehát, mint mondtam, a 1990-es évekig évente 3-4 lakás, új lakás épült. És azt követően egyrészt a fiatalok, a több generáción belüli fiatalok maradtak a szülői háznál, vagy a megüresedett már régebbi, esetleg 80-100 éves lakóházakat tudták megvásárolni. Tehát egyrészt alapvetően az anyagi lehetőség, amely megszűnt arra vonatkozóan, hogy új lakást építsenek. Jó, értem ezt, így van. Az a kérdés, hogy azóta, mióta közmunka van, illetve az kifejezetten az elmúlt időszakban, ez a tendencia, ez változatlan ugyanaz? Hát a közmunkán belül? Nem, hanem a településen belül. Változatlanul nem óhajt fiatal új otthont építeni Borsodbótán? Vagy nem tud? Vagy nem tud? Nem tud, lenne igény lakásra. Naponta szeretnének lakáshoz jutni, ebbe kérik az önkormányzat segítségét, de saját erőből, meg a meglévő finanszírozási feltételekkel, a meglévő anyagárak mellett lehetetlenség az itt élő keresetéből új lakást építeni. Ön úgynevezett rendszerváltást említett a beköszöntőjében. Ha jól értem, akkor meglehetősen kritikus azzal, amit rendszerváltásnak neveznek. Egy Borsodbóta méretű és helyű település felől nézve, mi lett ön szerint elrontva? Akkor, vagy az alatt az időszak alatt, amit rendszerváltásnak nevezünk? Hát, alapvetően az, hogy az a létbiztonság, ami korábban megvolt, azzal, hogy megvolt a biztos munkahely, a biztos kereset, a biztos lakhatás, tudtak normálisan fűteni. Az iskolába tudták a gyerekeket normálisan járatni, tanszert megvenni, ruházatot megvenni, étkeztetni családot, gyerekeket. Tehát ez vált bizonytalanná a teljes egészébe. Tehát ami a rendszerváltástól elvárt volna az ember, hogy ugyanezek a dolgok maradjanak meg. Na most következő az, hogy ön a munkáspártnak a jelöltje volt, munkáspártiként polgármester,
90 körül még voltak így egy páron. Ez érthető, tehát mondjuk a baloldali szakadásban ön a másik utat választotta, nem azt, amit a többség. Ehhez képest nem tudom, hogy mennyire van vele tisztában, van egy érdekes adat. A 2019-es európai parlamenti választáson, ha jól látom, 4 vagy 5 olyan település volt, ahol nem a Fidesz nyert listán az országban. Összesen ennyi volt. Mondjuk széttagoltan indult az ellenzék, ez nem meglepő. Többnyire falvak, és ezek közül az egyik legnagyobb, talán a legnagyobb, Borsodbóta volt az a település, ahol nem a Fidesz nyert, viszont nem is a munkáspárt, még csak nem is az MSZP, hanem... Nem tudnám megmondani. Akkor mondom én, a Demokratikus Koalíció. Ön ezt minek tudja be? Hát mikor megalakult a Demokratikus Koalíció, azt hiszem, hogy eléggé tudott erősedni. A Gyurcsány Ferenc által vezetett párt az annak volt hírneve, tehát Gyurcsány Ferencnek is volt híre, meg elismertsége, annak ellenére, hogy főleg a másik oldalról kapott bőven kritikát, meg kap most is, de ő meg tudta szólítani az embereket. És az is, hogy a MSZP-ből kivált a DK, a Gyurcsány Ferenc által vezetett DK, az is azért következett be, véleményem szerint, mert a Gyurcsány Ferenc jobban tudott az emberekhez szólni. Az MSZP pedig emiatt meggyengült. És tényleg, ahogy említette, emlékszem erre az európai parlamenti választásra, mert a mi választókerületünkben is csak Borsodbóta volt az a település, ahol nem a Fidesz nyert EU-választások. Na most annak idején, amikor nyilvánvalóan a szocializmus idején valamilyen pártszervezet volt Borsodbótán, volt az MSZMP-nek valami helyi szervezete, vagy valamelyik környékbeli nagyobb településnek a tagozata volt Borsodbótán? Persze, Borsodbótán volt egy nagy létszámú, szerintem ez 30 főt meghaladó MSZMP alapszervezet. Amiből rendszerváltás után lett MSZP? Nem. Vagy munkáspárt? Munkáspárt maradtunk, ha jól emlékszem, 17-en. Az MSZP szóba se került egy Borsodbóta. Uh-huh. És most? Van valamilyen pártszervezet? Nincs. Még? Nincs? Munkáspártként is mi az ózdi szervezethez tartozunk, akik vagyunk. Na most akkor ez viszont ezek után tényleg érdekelne engem, hogy mondjuk a Gyurcsány, a DK az milyen úton, módon talál ezekhez a szavazókhoz kapcsolatot. Azon túl, hogy értem, hogy ő azt mondta, hogy meg tudja szólítani az embereket, de hát erről mondjuk innen Budapestről nézve az embereknek más véleménye van. Szerintem elég jó a megjelenése a tévében, amikor vagy a közközlési helyeken. Meg elmondanám, hogy itt Borsodbótán annak nagy jelentősége volt, hogy annak idején Dobrev Klára több alkalommal is megjelent, és különböző rendezvényeket tartottunk. Annak idején egy alapítvány vezetőjeként egészségbarát település táblát, többek közt egy egészségtel program részeként Borsodbótán avatta Dobrev Klára, ahol Zegnalló és korábbi egészségügyi miniszterek is részt vettek. Vagy volt, amikor Dobrev Klára eljött az amerikai nagykövet asszonyja, és a Dobrev Klárának a közvetlensége, a gyerekekhez, felnőttekhez való kapcsolata, amit itt kimutatott, az szerintem nagy hatással volt arra, hogy a DK szavazóit erősítette. Tehát nem maga, mint pártszervezet, mint Dobrev Klára, a Gyurcsány Ferenc felesége járult ahhoz, hogy itt a DK-nak volt ilyen szavazótábora. Tehát, hogy egy-két ilyen gesztus tudott olyan hatást gyakorolni, hogy végül a DK-ra szavaztak. Nem pártpolitikai szempontból volt. Igen, így értem, a személyes gesztus. Igen, személyes, így van, személyes példamutatás, vagy a
vagy az emberekhez való viszonyulása, tehát az nagyon kedves és aranyos volt. Jó. Szeretnék még mindenféle mást is kérdezni, cigányokról, bányászatról, csak egy kérdés erejéig azért maradnék a sokkal unalmasabb kérdéseknél, tehát a pártoknál, mert van még itt még egyéb bizarság is. Azontól, hogy ilyen munkáspárti polgármester a falu legutóbb a DK-ra szavazott, viszont tehát a járás központ az Ózd, mely településnek, ha jól tévedek, akkor 2014 óta jobbikos polgármestere van. Igen, Jánis Dávid. És igen. Egyfelől ez a helyzet, ezt ön hogy értékeli, és hogy jön ki vele? Szoktak-e találkozni? De persze. Hozzá kell tennem, hogy a Dávid kötődése, az úrti polgármester kötődése volt ahhoz elég szoros, mivel a anyósa bótai származású. Tehát egyrészt rokoni kapcsolatok is fűznek ide, de félretéve a rokoni kapcsolatokat, azon kívül szakmailag a többszörű kisztérségi társulásban dolgozunk együtt. Tehát ennek a társulásnak a vezetője az ózdi polgármester, és tagjai a további járáshoz tartozó települések polgármesterei. Tehát ebbe a kistérségi társulásba is együtt dolgozunk, és én mindig segítőkészen állok mellé. Nyilván megvitatva az, hogy mi a kistérségnek meg a járásnak az érdeke, de én úgy gondolom, hogy az ózdi polgármester sok mindent meg tud azért tenni, meg is tesz, hogy ez a kis társulás ez normálisan működjön, és azokat a feladatokat, amelyeket a helyi önkormányzatok, a helyi települések nem tudnak ellátni, azt a kistérségi társuláson belül valósítsuk meg. Ön hogy jellemezni ezt a viszonyt? Akkor ezek szerint korrektnek? Korrekt. Tehát egyrészt baráti vagy rokoni, de félretéve ezt a dolgot, a szakmai munkában pedig korrekt. Értem. Na akkor térjünk vissza egy kicsikét, ha már Jobbik, meg ezt a kérdés szóba került. A környéknek az egyik legakuttabb problémája volt hosszú éveken keresztül a cigány és nem cigány emberek együttélésének a kérdése. Ez Borsod Bótán jelentkezette. Emlékszem, még gyerekkoromban, mi osztályunkban egy-két cigány származású gyerek volt, de akkor is barátokként jártunk együtt iskolába. Tehát akkor se volt gond. Időközben az arányok, a létszámok alapján az jelentősen megnövekedett, de különösebb gond nincs jelenleg sem a cigány származású bóti lakosok és a nem cigány származású között. Ami időközönként gondot jelent, hogy volt az utóbbi évben pár bevándorló, így szoktuk nevezni, más településről ide költözött nagy létszámú cigány család, akik időközben vagy időközönként elfelejtik a normális együttélés szabályait, és hangoskodnak, vagy esetleg talán testi erőszakot is megpróbálnak alkalmazni. De ezzel szemben úgy a bótai közösség összefogott, és ezeket a megnyilvánulásokat vissza lehetett szorítani. Ami a cigányokkal kapcsolatos legnagyobb gond, hogy mint említettem, új lakásépítés nem történt. Nem is tudnak vásárolni. Sokszor sokan laktak egy kis komfort nélküli lakásban, és a lakás problémájukat kezelni kellene. Erre mi önkormányzati szinten tettünk lépéseket. Mondjuk ennek a részletei kicsit hosszúak lennének, de az a lényeg, hogy próbálunk ezen a lakáshelyzeten segíteni. Másrészt, hogy a megélhetésük valamennyire biztosított legyen, a közmunkaprogramba jelentős létszámmal bevonásra kerülnek, illetve az iskolai, óvodai nevelésbe is
megpróbáljuk azokat a eszközöket, lehetőségeket bevezetni különböző segélyezésekkel, tanszerellátással, étkeztetéssel, hogy megfelelően nevelkedjenek ezek a gyerekek. Ez minden... Igen? Figyelek, fejezze be. Mindemellett még, hogy őket, ezeket a cigány származású gyerekeket idővel kezdjük nevelni, megtanítani az alapvető dolgokra, kézmosásra, köszönésre, a szép beszédre, az öltözködésre. Több év óta működtetjük a biztos kezdett gyerekházat, ahol a 0 és 3 éves korosztály kap mindennapos ellátást, illetve a szüleikkel közösen vehettek részt ennek a gyerekházoknak a programjába. Tehát a szülő és a gyerek együtt nevelkedik. Szerencsére pont a óvoda épületébe, így amikor 3 éves korba bekerülnek az óvodába, akkor egy ajtóval tovább kell menni, és a már ismerős óvóminihez kell járni óvodai ellátásra. Tehát megteszünk mindent azért, hogy próbáljuk őket időbe beilleszteni a társadalomba, illetve a felnőttek esetében is a megélhetés feltételét próbáljuk biztosítani. A bányászatról akartam kérdezni még valamit, mindazon a helyeken, ahol valaha bánya volt és már nincs, maradt azért egy nagyon erős bányász romantika. Ez érezhető önöknél is? Igen, tehát Borsodó után kimondottan nem volt bánya, szomszéd településen Királdon, illetve Puttokon volt, de a bányászok, akik még élnek szerencsére, meg sokan még most is közmunkán dolgoznak a bányászok közül, akik még nem nyugdíjas korúak, azok között ez az összefogás, az együvé tartozás, az egymás segítése, az még mindig megvan. És a régi emlékeknek a felidézése egy-egy találkozó alkalmával, ez mindig egy olyan pozitív töltést ad. Csak szeretném elmondani, hogy most a napokban, szombaton, vasárnap volt itt egy úgynevezett bányász találkozó az önkormányzatnak a turistaházába, ahol az ország minden részéről jöttek, volt bányász munkatársak. Ők minden évben kétszer eljönnek ide, és felelve mintik az élményeket, és engem is meghívnak mindig, és nagyon jó érzés közöttük lenni, mert látni az összefogást, azt a bajtársias szeretetet, amit ezek az emberek most is éreznek egymás iránt. Egy dolgot áruljon el nekem még. Haló? Igen, itt vagyok. Boldog? Persze. Na, hát akkor ezzel fejezzük bele, egy boldog ember biztos, hogy van. Gulyás János Borsodbóta polgármestere volt a vendégünk, szintén egy nem túl nagy településsel, bár ennél az jóval nagyobbal fogjuk folytatni. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünk rád. Én is nagyon köszönöm a lehetőséget. Köszönjük szépen. Köszönöm, viszonthallás. Következő vendégünk még mindig nem a metropoliszok közül kerül ki, mármint a településnek a vezetője, még akkor is, hogyha jelen pillanatban alpolgármester, és polgármesterként jelentkezik Jászapátiban, ifja Pócs János. Hát a Pócs Jánosról nem az ifjabb jut elsősorban az eszébe az embernek, amikor a politikai hírek között böngészik. Jó napot kívánok, én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igen, én már 14 éve vagyok részese Jászapáti közéletének, tekintettel arra, hogy 14 évvel ezelőtt édesapám vette át a Fidesz színeiben a polgármesteri szerepet. Én a háttérben segítettem a munkáját, és volt lehetőségem közelebbről is megismerni a város működését. Ugye a törvény átalakítása miatt országgyűlési képviselőként 2014-től már nem lehetett polgármester. Attól az évtől kezdve én indultam önkormányzati képviselőként, és meg is választottak, valamint 2019. Hát annyira megválasztották, hogy legutóbb a kislistán holtversenyben ön kapta a legtöbb szavazatot.
Igen, 2019-ben is így volt, és onnantól kezdve a polgármesterként tevékenykedem. Mennyiben jelent önnek előnyt, illetve hátrányt, hogy az édesapja a körzetnek a országgyűlési képviselője? Hát úgy gondolom, hogy mindenképp előnyt jelent, hiszen rajta keresztül is sikerült megismernem akár Jászapáti közéletét, akár az országgyűlési munkája lévén a Jászság többi települését, és a többi polgármester munkáját példaként tartva szemem előtt el tudtam hozni azokat a sikereket, illetve törekvéseket Jászapátira is, amit úgy gondoltam, hogy fontos, hogy ebben a városban is megvalósuljanak. Terhet nem jelent ez a rokoni családi kötelék? Nem, én úgy gondolom, hogy ez mindenképp fontos Jászapátinak, hiszen fontos, hogy a kormányzati háttér legyen egy település vezetés mögött, és így, hogy édesapám az országgyűlési képviselő, így nálunk a vasárnapi családi ebédnél is sokszor szóba jön a település fejlesztése, és úgy gondolom, hogy ez a Jászapáti érdeke, hogy ilyen közeli kapcsolat legyen egy település vezető és az országgyűlési képviselő között. Jó, hát ettől még nem próbálom rábeszélni a fiamat, hogy induljon el a Klauzál téren önkormányzati képviselőnek. Tény és való, hogy egészségesebbnek tűnik ez a helyzet, mint amikor mondjuk a Botka családban vasárnapi ebédnél Szolnok, illetve Szeged problémáit próbálták egyeztetni, vagy akár most Érden, ahol a érdi polgármester és a főpolgármester helyettes egyeztetheti az álláspontját. Rokos leves fölött. Igen. De hagyjuk most egy kicsikét a rokoni köteléket, beszéljünk magáról, Jászapátiról. Ön hogyan jellemezni a települést, mik a gondjai? Egyáltalán, ha valakinek azt kell mondani, hogy Jászság, kik azok a jászok, mit mondana? Az elmúlt 14 évben Jászapáti az egyik legdinamikusabban fejlődő településé vált. Itt Jászapátin kiemelten büszkék vagyunk a Tölgyes strandfürdőre, ami nagyon sok turistát vonz a városunkba. Ugye, ami a környékből van, elsősorban? Hát országos szinten, illetve külföldről is, Lengyelországból rengetegen jönnek, hiszen termálfürdőnk van, és ugye ez egy helyi adottság, amire nagyon büszkék vagyunk, és folyamatosan igyekszünk fejleszteni a strandot is, ami kicsit megnehezíti, hogy az elmúlt időszakban megemelkedett az energiaár, gondolhatok itt akár a vízre, akár az áramra, úgyhogy emiatt van némi nehézség a strandban, de igyekszünk lehetőségeink szerint az önkormányzati szinten is folyamatosan fejleszteni, illetve az elmúlt évben valósult meg önkormányzati támogatással egy 200 millió forint értékű csúszdapark fejlesztés, ami ugyanazt jelenti, hogy azon van a kormányzat, illetve a helyi önkormányzat is, hogy folyamatosan fejlesztjük a strandfürdő területét. A másik ilyen jellegzetesség itt Jászapátin, hogy minden hónap első vasárnapján itt rendezzük meg az országos kirakodóvásárt, amit még annak idején Mária Teréziától kapott Jászapáti a vásártartási jogot, és most fog elindulni egy 500 millió forint értékű vásárt fejlesztés, ami magában foglalja a parkoló kialakítását, illetve a vásártér területének a teljes felújítását, ami úgy gondolom, hogy egy történelmi fejlesztés lesz a jövőben a városunk életében. A jászokról nem beszélt, azt is tartalmazta a kérdésem. Mindenki, aki a Jászságból származik, arról szokott büszkén megemlékezni. A jászokon kívüli országlakóknak mondjon erről két szót. Hogyha már itt Mária Teréziát említettem, ugye a jászok voltak azok, akik 1745-ben megváltották önmagukat, hiszen annak idején eladták a jászkunság egész területét, és a jászok ebben nem törődtek bele, hiszen ők, amikor betelepültek Magyarországba, akkor kiváltságokat kaptak, és ezt sohasem szerették volna feladni, és az akkori Magyarország teljes éves költségvetésének az összegét kifizették Mária Teréziának, aki ezek után úgy döntött, hogy a jászoknak, illetve a jászkunoknak elrendeli az önmegváltást. Ezért is mondják, hogy a
jászoki és kunok nagyon büszke, és kunok nép, akik, hogyha fejükbe vesznek valamit, akkor azt tűzön-vízen keresztül viszik. A nőnöknek, ha jól tudom, egy Makovec Imre tervezte művelődési házuk. Jól tudom? Így van. Ehhez kapcsolódóan kérdezném, ez csak ilyen jól értesült felvezetés volt, szóval, hogy ami nem politika, nem közélet, egyébként mit tudnak nyújtani az ott élőknek? Kultúrában, szabadidőben, egyebekben? A művelődési központunkhoz tartozik az említett Makovec Imre által tervezett művelődési ház, illetve van egy külön könyvtárunk is. Folyamatosan igyekszünk színesebbnél színesebb programokat biztosítani, akár a nyugdíjas korosztály, de akár a fiatalabbak számára, de nem csak a művelődési ház területén, hanem a város egyéb területén is igyekszünk folyamatosan különböző programokat biztosítani. Az elmúlt időszakban felkapott program lett az autósport kedvelői körében a különböző autófesztiválok. Éppen a most szombaton kerül megrendezésre egy amerikai veterán autó találkozó Jászapátin, illetve több mint egy hónappal ezelőtt is volt, az egész Fásátér teri volt ilyen régi autókkal, és az ország különböző pontjáról jöttek. Ezen kívül igyekszünk minél színesebb közösségi programot biztosítani, akár itt az adventi programokra gondolhatok, Szent Mihály napra, illetve az országban, akik elérhetők előadók, igyekszünk meghívni felépni hozzánk. Kisebb településeknek, egyébként a nagyobbaknak is problémája a lakosság szám csökkenése, az elvándorlás, a fiatalok megtartása. Ez ügyben hogy állnak? Sajnos az elmúlt évtizedben nálunk is jellemző volt, hogy főleg a nagyobb városokba költöztek át a fiatalok, de az elmúlt időszakban úgy látjuk, hogy sikerült ezt a tendenciát megfordítani, köszönhetően a kormányzat csok támogatásának is. Az önkormányzatunk is hozzájárul a csok programhoz azzal, hogy az önkormányzat rendelkezésére álló önkormányzati ingatlanokat díjmentesen odaadja azoknak a fiataloknak, akik igénybe tudják venni a csokot. Ezzel is szeretnénk erősíteni bennük a szülővároshoz való kötődést. Az előző vendégünk Borsod Bóta polgármestere volt, aki munkáspárti, és nagyon vicces, mert a járásközpontnak a polgármestere Óznak, meg egy jobbikos. Na most önök, Jászapáti az egy önálló járásközpont, tehát a Jászapáti az egy járás, ennek ellenére Jászságnak a fővárosa az mégiscsak Jászberény. Jászberénynek is jobbikos lett a polgármestere, és hát nincs is túl jóban sem az ön édesapjával, sem a Fidesszel. Önök között milyen viszony van? Hát polgármesterként nem sok kapcsolat van közöttünk, azon kívül, hogy egy párszor találkozunk rendezvényeken. Egyébként tekintettel arra, hogy ugye most látták a berények, hogy én indulok a Fidesz színeiben polgármester jelöltnek Jászapátin, ugye eléggé fölháborodtak rajta, hiszen úgy vannak vele, hogyha továbbra is a Budai Lóránt marad Jászberény polgármestere, akkor Jászapáti el fogja vinni Jászberény elől a fejlesztési lehetőségeket. Ezt nem gondolom, hogy ez így lenne, de hogyha ők ezt így látják, azzal én nem tudok vitatkozni. Ja, értem, tehát már egy ilyen féltékenység kirobban. Említette azt, hogy fontos a település esetében, hogy kormányzati támogatása legyen. Jászapáti ebből a szempontból elég fifikás városnak tűnik, mert ugye 2010 után az ön édesapja volt a polgármester, utána szintén Fidesz színeiben tartozó polgármestert választottak, most pedig ön indul. De 2010 előtt ez nem volt így. Nem mondom azt, hogy Jászapátinak van egy másik híres szülötte, mert nem Jászapátiban született, de nagyon-nagyon-nagyon kiskorában, talán még csecsemőként költöztek oda, ott nőtt fel. Tudja, hogy kiről van szó?
Hát Szekeres Imrére gondol? Szekeres Imrére gondolok, igen, bizony. Az MSZP erős emberére, a különböző MSZP-s kormányoknak kulcsfigurájára. Vele milyen a viszony? Hozzá hogy viszonyul Jásza Páti? Hát Jásza Páti nem egy szívesen látott vendég, és azért emelem ki ezt a vendégszót, hiszen ő még képviselői vagy miniszteri korában is csak vendégként járt haza a kampányidőszakban 4 évente Jásza Pátira, és ez még a baloldali szimpatizánsoknak sem tetszett, és ez meg is látszódott a választási eredményeken. Attól függetlenül, hogy kormányzati szereplőként lett volna bőven lehetősége leszteni vagy segítséget nyújtani Jásza Páti érdekében, a 2015 mégsem történt semmilyen jelentősebb fejlesztés, sőt azt tudom mondani, hogy annak idején a baloldali városvezetés 1,5 milliárd forint adósságot hagyott Jásza Pátira, és mi úgy fejlesztettük azóta Jásza Pátit, hogy több mint 10 milliárd forint fejlesztést valósítottunk meg csak az utóbbi 10 évben, és mindezt úgy, hogy Jásza Pátinak nincs adósága. Tehát gondolom, hogy ez egy nagy különbség kettőnk között. Egyébként látni, hogy Szekeres Imre most a kampányidőszakban is igyekszik a háttérből irányítani a jelenlegi baloldalt Jásza Pátin, de ahogy az elmúlt években, úgy gondolom, hogy most sem jár sok sikerrel. De ennyire befolyásos változatlanul a környéken? Hát ő azt gondolja magáról. És ezek szerint önök meg más gondolnak erről? Hát tekintettel arra, hogy ő nyilvánosan nem ismeri már fölvállalni, hiszen a saját baloldali támogatói között is elég népszerűtlen, így csak látni, hogy a háttérben próbálja irányítani ezt a kampányt. Értem. Beszéljünk még egy kicsikét a városról. Milyen kitörési pontokat lát, még milyen fejlesztési lehetőségeket a strandon túlmenően, amitől Jásza Páti vonzó, érdekes, gazdaságilag is prosperáló város lehet? Úgy gondolom, hogy Jásza Páti nagyon jó adottságokkal rendelkezik, hiszen itt van a Jásság szívében egy nyugodt mezőgazdasági város, ahová folyamatosan igyekszünk munkahelyeket is biztosítani. Az elmúlt időszakban egy 800 millió forint értékű ipari park fejlesztést valósítottunk meg, illetve folyamatosan bővül a munkahelyek szám. Úgy gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb kitörési pont, hogy a helyieknek ne kelljen átmenni másik városba dolgozni, hanem itt Jásza Pátin is megoldott legyen. Gondoltuk itt a Jászplasztikra és a Rádiusz Kft-re, ami országos szinten is kiemelkedő fejlesztéseket ért el az elmúlt időszakban is. Maga a megye, Jász-Nagykun-Szolnok, az az ön megítélése szerint milyen állapotban van most, hol helyezkedik el a megyéknek a képzeletbeli rangsorában, milyen problémái vannak, illetve milyen lehetőségei? Én úgy gondolom, hogy a megye is jó adottságokkal rendelkezik, tekintettel arra, hogy viszonylag közel van a fővároshoz is, és az elmúlt években is tapasztalhattuk, hogy folyamatos volt az útfelújítás, akár a Jászberényi elkerülő út, amit már hosszú évtizedek óta ígérgetett annak idején a baloldali kormányzat is, hogy meg fogja valósítani, mégsem tették meg, nekünk sikerült elérni, illetve azt is, hogy a M3-as és Jászberény között egy 4-sávos út fog kialakulni. Úgy gondolom, hogy ezek egy olyan lehetőségek, amik a megye számára kiemelkedően fontosak, hiszen közelebb helyezik Budapestet a Jássághoz, és ezt látni például Jászfényszaru esetében is, hogy a munkahelyek számára nagyon fontos az, hogy milyen közel van az autópálya, illetve milyen közel van a Budapest távolsága. Értem. Ha már távolság, illetve hogy minek távolsága, önöktől nem messze folyik a Tisza. Igen. András, hova akarsz kiukadni? Nem akarok kiukadni, mindjárt rá fogok én egyenesen kérdezni erre. A Tisza áradásából önök érzékeltek-e valamit az elmúlt időszakban? Hát várjuk a Tiszának az áradását, hiszen néhány órán belül fog érkezni a Tisza pártnak a
képviselője. Hát a kamerákat... Megy oda? Igen, a közterületi kamerákat átnéztük, hogy biztos, hogy működjenek, mert nem akarunk úgy járni, mint más településeken, hogy berontanak különböző intézményekbe is, elkezdenek itt bárkit fenyegetni. Úgyhogy erre felkészültünk. De hát bízom benne, hogy a lakosság, illetve az ország lakossága nem vezet erre az erőszakra, amit ez az ember képvisel. Ön azt látja, hogy az erőszak kötődik ehhez? Hát egyre inkább azt tudom mondani. Tehát ő annak időn elkezdte azt mondani, hogy amit a volt felesége állít, az hazugság. Hát elég megnézni, hogy az elmúlt hetekben mit művelt a templomból kijövő emberekkel ordibált. Azt se tudta, hogy pontosan kik azok az emberek, de olyan agresszívan nyilvánult meg, hogy ezzel csak alátámasztotta azt, hogy amit a volt felesége állít, az valóban igaz. Hogyha így viselkedik a nyilvánosság előtt, akkor hogy viselkedhetett a négy fal között. Uh-huh. Azon túl, amiről most beszélünk, egyébként arról van véleménye, hogy hát azt azért látjuk, hogy a különböző gyűlésein oda sereglenek az emberek, valamit látnak benne. Ön szerint mi az, ami vonzó lehet, vagy megszólíthatja az embereket Magyar Péter mondókájában? Hát ugye azt látni, hogy a Fidesz folyamatosan kétharmaddal nyeri meg az országgyűlési választásokat, és ebből gondolom a baloldali szavazóknak elegük van az ellenzék tekintetében, hogy nem képesek még csak megszorongatni sem a kormánypártot, és ők úgy gondolják, hogy talán Magyar Péter lesz az, de meggyőződésem, hogy Magyar Péter az ellenzéki pártokat darálja be a Fidesznek a közvéleménykutatások szerint is nem álltott semmit, egyedül a baloldali pártokat osztotta föl, ugye ezt látni a baloldali pártvezetők reakciójából is, akik folyamatosan támadják Magyar Pétert, hiszen tudják, hogy nekik jó a riválisuk. Nos, akkor egyetlen kérdésem van még a végére. Édesapja országgyűlési képviselő, most polgármesternek indul, elmúlt ciklusban alpolgármester volt. Amennyiben az ön gyermeke azzal jelentkezne önnél, hogy hát politikus szeretne lenni, mit mondana neki? Hát én mindenképp támogatni fogom benne, hiszen én is azt a célt láttam magam előtt, hogy a legfontosabb dolog, hogy maradandót tudjunk hagyni magunk után, amire a gyermekeink is büszkék lesznek. Én ezt láttam magam előtt, és ezt követem én is a jövőben. Remélem, hogy előbb-utóbb az én gyermekeim is ezt fogják látni. Ifja Pócs Jánosnak, Jászapáti alpolgármesterének köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen is a lehetőséget. Viszonthallásra. Viszonthallásra. És következő vendégünk itt a nagyképben, mert Németh Róberttel itt ülünk a stúdióban, a vonal végén pedig Csepel polgármestere Borbé Lénárd. Borsod Bóta polgármesterével indítottuk ezt a mai beszélgetést, aki a munkáspárt színeiben polgármester. Most mindenféle pártharcokat egy kicsikét mellőzzük, majd beszélni fogunk róla, de először beszéljünk Csepelről, amely hát ugye Vörös Csepelként kanonizálódott a magyar folklórban. Ön viszont fideszes polgármester volt egészen a legutóbbi időkig. Meséljen valamit erről a bizarr helyzetről. Csepel az egy munkáskerület. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Csepel az egy munkáskerület, és erre a múltra én azt gondolom, hogy érdemes büszkének lenni. Mi csepeliek azt hiszem, hogy büszkék vagyunk rá. Nyilván itt nagyon meghatározó volt a gyári élet, a csepelművek, meg az összes több itt működő gyár, és ez egyébként nagyon nagy hatást gyakorolt a későbbiekben a politikai vezetése is, hiszen a volt gyári vezetők avanzsálódtak politikai vezetőké, és így volt az, hogy 2010 előtt 16 éven keresztül egy baloldali vezetése volt a kerületünknek, aztán ebben a 16 évben minden megtörtént, amit az ember csak el tud képzelni, de alapvetően én azt hiszem, hogy ilyen egy helyben toporgás, és ezt mondjuk, hogy annak a fényében mondom, hogy 2010-ben, bár akkor nyilván a közhangulat is eltolódott egészen jobbra, a 8 éves Gyurcsány korszak után, illetve a baloldali kormányzás után. Tehát nyilván ez a közhangulat is befolyással volt erre, méghozzá nem kicsi
arányban, de 2010-re nagyjából megelégelték a kerületi lakosok azt, ami történik, illetve nem történik a kerületben, és jött egy nagyon nagy váltás. 2010-ben először az... Ne, beszéljünk még egy kicsikét erről az időszakról. Ön ugyan Nagyváradon született, de gyerekkorában költöztek Csepelre? Én Nagyváradon születtem, és 2 éves körüli voltam, amikor a teljes családom véglegesen áttelepült ide, tekintve, hogy teljes mértékben magyar családban születtem, minden felmenőm alapvetően magyar, már mennyire Magyarországon, amennyire magyarok az emberek, olyannyira mi is a határon túl, 8 kilométerre. Én tudom, pontosan tudjuk mind a ketten, hogy hol van Nagyvárad, voltunk ott elégszer, nem ez a kérdés benne, hanem az, hogy ön tőzsgyökeres csepelinek számít ennek ellenére, mert ezek szerint ott nőtt fel, ott érettségizett az egyetlen, amit biztos pontként tudok az életrajzi adataiból ebből a korai időszakból. Én ide jártam óvodába, ide jártam általános iskolába, ide jártam Cseperre középiskolába, főiskolára már Budapestre jártam be a Ménesi útra, úgyhogy engem minden Cseperhez köt, itt laktam gyakorlatilag, amióta az eszemet tudom, itt alapítottam családot, itt neveljük a feleségemmel a 4 lányunkat, úgyhogy én igen, abszolút mértékben Cseperinek gondolom magam. Jó. Akkor még maradjunk ennél az időszaknál. A szocializmusban Csepel az egyik bezzeg emlegetett kerület volt, település volt, és nem meglepő módon a 94-ben az MSZP nagy áttörésekor Csepelnek is MSZP-s polgármestere lett Tóth Mihály személyében. Viszont Csepel egy kicsikét ilyen állam az államban. Van nekünk egy nagyon kedves másik rádiónál dolgozó barátunk, Selmeci János, akit szoktunk azzal zrikálni, hogy ő megy vidékre, amikor megy haza Csepelre. Tényleg úgy kicsikét kilóg. Na most az, hogy mi történt Csepelen, azt a budapestiek többségben az is, aki a közélettel foglalkozik, kevésbé tudja, de ennek a 16 éves regnálásnak, amit ön most említett, azért nagyon csúnya vége lett itt. Nem csupán arról van szó, hogy tehetetlenség, nem fejlődés, leépülése az egykori csepelműveknek, hanem ilyen effektíve gyilkosságba forduló belharcok történtek. Igen, hát kezdjük ott, hogy ezzel, hogy megy haza vidékre Csepelre, ezt azok mondják nyilván pejoratív jelleggel, akiknek fogalmuk sincs Cseperről, nem ismerik a kerületet, és nem tudják, hogy gyakorlatilag Csepel szerintem az egyik legélhetőbb budapesti kerület. Én ismerem, én már voltam a Karcsi kocsmában is. Az jó, a lakosság fele az... Én csak alapvetően csak Csepel vasas meccseken voltam ott annak idején, nem igaz teljesen. Mert igen, 96-ig volt. De alapvetően Csepel lakosságának a fele az társasházakban, panelházakban lakik, a másik fele pedig kertváros, illetve királyerdőben kertesházas lakásokban. Viszont a területünket nézve, hogyha a csepelművek területét leszámítjuk, mert az tényleg, na az viszont tényleg város a városban, de hogyha azt leszámítjuk, akkor azt tudom mondani, hogy a jelentős része, tehát 4/5 mondjuk az zöld terület kertvárosi jellegű területe itt a 21. kerületnek. Úgyhogy így élünk itt, egy csomó természeti kincsünkkel, rengeteget fejlődtünk egyébként, én azt gondolom, az elmúlt években is, és igazi családbarát kerületté váltunk. 2010-ben, mikor megtörtént a váltás, addigra az önkormányzat vezetését az teljes mértékben a korrupció, a lakásmutyi és az első hasonló ügyek lették át. Ha csak számokban mondanám, akkor azt mondanám, hogy egy teljesen eladóstott önkormányzat volt. 3 milliárd 808 millió forint minusszal vettük át az önkormányzatot, amit aztán sziszifuszi munkával egyrészt megállítottunk, visszafordítottunk, és most ott tartunk, hogy az én polgármesterségem alatt 26,5 milliárddal tudtuk növelni a kerület vagyonát, nagyon sok beruházást, nagyon sok fejlesztést, újítást, megújítást tudtunk végrehajtani. 2010-ben pedig, mikor megtörtént a váltás, akkor addigra azt hiszem, hogy kicsúcsosodott az a, hát nem is tudom, hogy minek lehetne nevezni, az a sok bűn, amit kerületben itt elkövettek a csepeliek ellen, és ennek egy nagyon szomorú példája egyébként a 2009-es iskolai kettős gyilkosság, amit mindenki úgy ismer a kriminalisztikában, hogy a csepeli iskolai kettős gyilkosság, de azért aki itt lakik, az tudja, hogy itt amiről szó van, az az, hogy a
tulajdonképpen a célpont, akit meg akartak gyilkolni, az a, az akkori csepeli MSZP frakció vezető helyettese volt, és aki pedig ezt kitervelte, és emiatt most a életfogytig tartó büntetését tölti, az pedig a csepeli MSZP alelnöke volt, az akkori fiatal tehetségük, akikre felfigyeltek, és bármit követett el, mindig egyel feljebb buktatták, és ennek lett a következménye egy ilyen pénzügyi visszaélésnek. Beszélnek itt mindenféle számokról, de valóságban tudjuk, hogy ennél sokkal magasabb nagyságrendről van szó egy alapítványi iskola tekintetében, és ott gyakorlatilag kivégeztették ezt az embert, aki egyébként egy nagyon tisztességes politikus volt. Hozzá kell tennem, hogy jó szót értettünk egymással, sosem volt közöttünk probléma, nagyon jó emberi kapcsolatom volt képviselő úrral, és őt, illetve egy fiatal tanár kollégáját végezték ki, és nyilván ez, azt gondolom, ez volt az INA pont, amikor ennek a korszaknak nagyjából vége lett. Ezt követően egy évre rájöttek az önkormányzatok. De hogyan tud valami idáig fejlődni? Ezért mondtam, én is megvédeném a Én is megvédeném, ha a Klauzáltérről azt mondaná valaki, hogy ott csupán brit turisták vannak. Nem véletlenül provokáltam, hogy bekapcsoljam magában a csepeli lokálpatriótát, de azt azért próbáltam érzékeltetni, hogy tényleg Csepel ennyiben egy kicsikét elkülönül Budapest többi részétől, és ki tud alakulni valami olyan belső élet, ami, hogyha kap egy ilyen fényt, akkor a többiek csak ilyen tágra nyílt szemekkel néznek, hogy ez meg micsoda. Mi csepeliek, azt fogok mondani, hogy mi csepeliek vagyunk, tehát nem is az, hogy budapestiek, csepeliek. Viccesen úgy is fogalmazhatnánk, hogy se nem Buda, se nem Pest, hanem Csepel az egy külön identitás. Szigetország. Bár nyilván közigazgatásilag nézzük, nyilván a Nagy-Duna vonal a meghatározó, de valóban, tehát itt a csepeliek szeretik magukat egy ilyen külön identitásba belehelyezni, de ezt úgysem érti más egyébként, csak azok, akik itt élnek, és akik pedig egyébként ide költöznek, ide jönnek, és megismerik Csepelt, azok utána azt gondolom, hogy nem is nagyon akarnak innen elköltözni. Úgyhogy egyébként a budapesti kerületek közül a belső migráció az Csepelen a legnagyobb. Ez azt jelenti, hogy aki Csepelen eladja a lakását, házát, és máshova költözik, azok többnyire Csepelt választják szintén. Hogy tudott eljutni ide a politika pedig a kettős gyilkosságig, az pedig azt gondolom, amikor már a politikusokban megszínik a gát, és azt gondolják, hogy mindent megtehetnek, és mindenki fölött állnak, ha úgy tetszik a kerület királyai vagy császárai, akkor sajnos az egy ilyen jelenséghez vezet. Én nagyon bízom benne, hogy ilyen soha többet nem fog előfordulni, de azért nyilván látjuk azt itt a kerületben is, hogy van olyan politikai erőtér, ahol elvesztették az emberek a realitás érzéküket, és azt hiszik, hogy mások fölött állnak. Váltsunk egy kicsit témát, bár itt is ilyen zaklatott viszonyokat fogunk érinteni. Németh Szilárdhoz fűződő viszonya most milyen? Semmilyen, nem tudom kommentálni, mert semmilyen viszonyban nem állok vele már. Mikor beszéltek utoljára? Nem emlékszem rá pontosan, de én szerintem, hogyha nagyon tippelnem kellene, akkor azt mondanám, hogy 2022 őszén szerintem. Igen, 2022 őszén én kerestem meg, és javasoltam, hogy találkozzunk négy szem közt, és beszéljük át a kerület érdekében a közös dolgainkat, és hogy értelmes módon beszéljük meg, hogy minek mi a problémája. Meg is beszéltünk egy találkozót, ami utána soha nem történt, meg soha többet nem jelentkezett és elérhetetlen volt. Na akkor pörgessük egy kicsikét vissza az időkerekét. 2010-ig volt az az időszak, amit felelevenített ön is előbb az én kérdésemre. 2010-ben az országgyűlési választáson nyert Németh Szilárd, majd aztán az önkormányzati választáson is, mint a csepeli Fidesz erős embere,
megnyerte a polgármesteri tisztséget is, ön pedig alpolgármester lett. Németh Szilárd híre a magyar politikai életben az első tized másodperctől kezdve, hát nem is, hogy mondjam, nem egy feltétlenül ilyen konszenzusnak örvendő személyiség. Nevezzük bátran megosztónak. Hát igen, lehet így is nevezni. Ennek ellenére a csepeli híre nem teljesen ez volt. Vatiz Andrásra kell hivatkoznom, aki volt ugye kormányszövő is, és a 2019-es önkormányzati kampányban a baloldali összefogásnak volt valamiféle kommunikációs szakembere, és ő próbálta elmesélni a hozzá közeli sajtó képviselőinek azt, az megjelent interjúban is, hogy még mielőtt azt hinnék, hogy itt a Fidesz országszerte egy ilyen brutális, mindent leuraló valamit hozott, ő a saját kerületét tudja példának felhozni, ő csepeli, ahol a valami szociális gyermekvédelem, mit tudom én, milyen alapítványt üzemeltet a családja, felesége, édesanyja talán, és hogy először, akik szóba álltak vele a hivatalos részről, az a Németh Szilárd vezette önkormányzat volt. Mit okozott a csepelieknek ez a váltás akkor? Most ne a mostani viszont vegyük Németh Szilárdra, hanem a 2010-eset. Hát a 2010-ben azt mondom, hogy egy teljesen új korszakot nyitottunk meg, egy teljesen más szemléletet kapott az önkormányzat azért, és nyilvánvalóan ez tőlünk fakadt. 2010-ben az országgyűlési választáson még egyébként kettő országgyűlési körzet volt itt Csepelen, az egyikben Németh Szilárd, a másikban pedig én lettem megválasztva országgyűlési képviselőnek. Azt tudja, hogy 2002-ben kiindult abban a két körzetben? Nem is 2002-ben, 98-ban talán, 98-ban. 98-ban kiindult abban a két körzetben? Nem akarok mellé élőni, de nagyjából igen, tudom, hogy kik indultak ilyen 98-ig visszamenőleg, tehát tisztában vagyok vele. Kövér László és Kosztolányi Dénes volt a két fideszes képviselőjelölt Csepelen akkor, muszájból, bocsánat. 2002-ben pedig Soltész Miklós volt az egyik jelölt, azt hiszem, hogy a másik akkor már talán Németh Szilárd volt, úgyhogy 2006-ban Németh Szilárd, Horváth József, 2010-ben mi voltunk már ketten, úgyhogy igen, én tudom, hogy a házelnök úr is indult Csepelen, sőt lakott is Csepelen, mindenkinek van egyébként valamilyen csepeli kötődés, hát a Dénessel meg azt gondolom, hogy elég normális, jó viszonyban vagyunk a mai napig, bár nagyon ritkán szoktunk találkozni. A hosszú életnek az mondjuk egy titka. Zárva. 2010-ben az önkormányzat egy polgári, konzervatív gondolkodású irányba váltott át, és gyakorlatilag ezen az úton kezdtük el racionálisan vezetni a kerületet. Meghallgattuk az embereket. Az volt az egyik legnagyobb erősségünk, azt gondolom, hogy az emberek akarata szerint hoztuk meg a döntéseket. Nem az ellen, amit ők szerettek volna, hanem azzal együttműködve, azzal párhuzamosan. Nem véletlen az, hogy 2006 és 2010 között volt egy nagyon nagy vita Csepelen, ami alapvetően érintett a csepeli Kisdunapartot, hiszen a Kisdunapartot be akarták építeni egy 360 lakásos lakóparkkal, és pont a csepeli Fidesz Németh Szilárdnak a hatékony közreműködésével és vezetésével indított egy védelmet, illetve egy civil szervezettel összefogva, sőt Szilárd maga indított, kezdeményezett egy népszavazást annak érdekében, hogy a csepeli Kisdunapartot ne lehessen beépíteni semmilyen formában, semmilyen magas beépítés ne történhessen meg, hanem azt meg kell őrizni abban a természetes környezetében, ahogy most van, és kizárólag sport és rekreációs célra lehessen felhasználni mindenféle magas beépítés nélkül. Aztán fontos kérdés volt ebben az időben a csepeli munkásotthon is, amit úgy éreztünk akkoriban, hogy teljesen a baloldali pártpolitika az hatása alatt tartja, és különféle alapítványokban, illetve alapítványi formában, de viszonylag tisztázatlan háttérrel, hogy ki is az alapító joggyakorlója működött, és mi akkor is ugye szerettük volna, hogyha a csepeli önkormányzat, mint a közhatalomnak a gyakorlója, a mindenkori önkormányzat, tehát a fennhatósága alá kerül, és tudunk együtt közösen valamilyen jó dolgot csinálni, és hát a harmadik ilyen nagy témánk az a Csepel SC volt, amivel kapcsolatban szintén
Szilárd vezetésével nagyon sokszor kiálltunk, és az volt a mondása a német Szilárdnak, és nekünk is természetesen, hogy a Csepel SC nem lehet magánkézbe, azt nem lehet lenyúlni, oda nem lehet irodaépületeket, lakóparkot építeni, kizárólag sportcélú fejlesztés lehetséges, és a csepelieké kell legyen, ami jelenti a csepeli önkormányzatot. Tehát ezek voltak a nagy ügyeink, és mi mindig a lakosság oldalára álltunk, legyen szó bármilyen kérdésről, és így kezdtünk el dolgozni. Először visszahoztuk a pénzügyi válságból az önkormányzatot, a magyar állam is segített, mint minden önkormányzatnak, mi az egyik legkisebb segítséget kellett igénybe vegyük, mert összesen 800 millió forintot kellett konszolidálni a csepeli önkormányzat költségvetésében a magyar államnak, de sziszi-puszi munkával, a szerződések átnézésével, újrakötésével, azoknak a leépítésével, amik abszolút mértékben nem szolgálták a csepeliek érdekeit. Tehát, hogy egy példát mondjak, a 2006 és 10 között a csepeli önkormányzat vezetésének ilyen kimondatlan, de mégis fontos koalíciós partnere volt a csepeli SZDSZ-nek a vezetője, elnöke, képviselője, aki egyébként magánemberként vállalkozó is volt, és az a helyzet állt fönt, hogy ez a vállalkozó, aki SZDSZ-es képviselő volt, ő vállalkozási jogviszonyban állt a csepeli önkormányzattal, és olyan megbízásai voltak, amik egyébként nagyon nehezen voltak, azt gondolom, nyomon követhetőek, sőt, hát ő az, aki őrizte a galvániszapot is, amit a csepelműveket szennyezte. Mi el akartuk akkoriban ezt vitettetni saját költségen, és a képviselő úr álláspontja az volt, hogy nem lehet ilyen felelőtlennek lenni, saját pénzen nem lehet elvitetni ezt a mérgező anyagot, ami egyébként a vízbázist mérgezte, és ezért nem vitt el senki, viszont őrizni kellett ezt a mérgező anyagot, és hát ő pont kapóra jött, hogy akkor az ő cég elvállalja ennek az őrzését. Ilyen és ehhez hasonló ügyek voltak, ilyen is ehhez hasonló szerződések voltak, ezeket szüntettük meg, és elkezdtük a kormánnyal és a fővárosi önkormányzattal közösen a kerület fejlesztését építettünk, nagyon sok utat, nagyon sok felújítást tettünk, már akkor is, aztán 2014-ben erre sikerült erre az útra még jobban rálépnünk, és sokkal gyorsabb fejlődésnek tudtunk indulni. Tehát az elmúlt 10 évben megépült 26 kilométer út, és így tovább, és így tovább. Értem, amit mond, és ráadásul most azért is hallgattam ilyen szépen végig az egészet, hogy ne kotyogjak bele, mert bár önfényezésnek tűnhet, a helyzet az, hogy az eredmények azok illusztrálják azt, amit ön mond. Tehát az történt, hogy 2010-ben ugyan nyert német Szilárd, viszont 2014-ben ön már nagyobb szavazatszámmal tudott polgármester lenni, és aztán 2019-ben, amikor Budapest nagy részét visszavette a baloldal, ön még több szavazatot kapott, mint korábban, tehát valószínűleg a csepeliek úgy gondolják a helyzetüket, ahogy ő maga mondja. Ehhez képest, amire én kíváncsi lennék, hogyan tudott ez a viszony német Szilárddal, aki önnek ezek szerint fegyvertársa, munkatársa, bajtársa volt, idáig fajulni, ide fejlődni? Hát a 2014-ben ugye ketté váltak a tisztségek, nem lehetett egyszerre valaki országgyűlés képviselő, meg polgármester, illetve több tisztséget nem lehetett már egyszerre betölteni, ezt mind a ketten megszavaztuk egyébként a parlamentben, és azt gondolom, hogy mondhatom, hogy legalábbis magam részéről mindenképp jó szívvel, és 2014-ben Szilárd már az országgyűlést választotta, és akkor, amikor egyébként ő országgyűlési képviselő volt, rezsibiztos volt, fővárosi képviselő volt, és a legerősebb pozíció azt gondolom, hogy Csepel polgármestere volt, ekkor mégsem sikerült megnyerni az országgyűlési választást, 444 szavazattal maradt alul. Akkor már Csepel és Soroksár az egy választókörzet volt, tehát összesen 444 szavazattal kapott kevesebbet, mint a baloldali ellenfele, viszont ennél talán árnyaltabb, hogyha azt nézzük, hogy csak Csepelen több mint 1000 szavazattal kapott kevesebbet az ellene induló baloldali jelöltől, és gyakorlatilag 14-ben azt hiszem, hogy senki nem tett volna a nagyobb összeget arra, hogy megnyerjük az önkormányzati választást, és tudjuk ezt a munkát folytatni, de egy nagyon jó kampánnyal, egy hiteles politikával, az elvégzett munkával ez mégis
sikerült, és nem, hogy a polgármesteri tisztséget sikerült megnyerni, hanem többséget is szereztünk, még az abszolút többséget szereztünk a képviselőtestületben. Aztán jött a 2019, és aztán jöttek azok a váratlan fordulatok, amire ugye senki nem számított, és alapvetően... Ezek melyek is? Mire nem számított senki? Hát nyilván a választások előtti országos botrány, ami azt gondolom, hogy kihatással lehetett az egész országban a választásokra, a jobb oldalnak a megítélésére, az nyilván itt elsöpört Budapesten is nagyon sok kerületet, és hát azok a klasszikusan jobboldali bástyának számító kerületek, azokat nem sikerült hozni, és hát a főpolgármesteri tisztséget sem sikerült újra behúzni. Én ezt nagyon sajnáltam, meg azt gondolom, hogy a kerületünknek sem tett jót, illetve nagyon sok helyen. Tehát az addigi, ha jól emlékszem, 17 fideszes polgármester volt, ebből maradt gyakorlatilag 7, és 2019-ben Csepel ezek között volt. Én bár megfelelő szerénységgel, de azért mégis azt kell, hogy mondjam, hogy én úgy gondolom, hogy azzal az attitűddel, ahogy ön is ugye Csepelt jellemezte, ezzel az attitűddel azt gondolom, hogy egy jelentős eredménynek számít, hogy Csepelen sikerült nyerni, hiszen nem csak a jobboldali választópolgárok adták le a voksukat személyesen rám, hanem a baloldali választók közül is nagyon sokan látták, hogy itt valóban egy Csepelért folyó politikamentes, pártpolitikamentes munka zajlik, és valóban olyan az önkormányzat vezetése, hogy odafigyelünk a lakosokra, a családokra, a nyugdíjasokra, nagyon sok fejlesztést hajtottunk végre, és azért egy elég jó arányú, egy magas győzelmet sikerült, 52,5%-os győzelmet sikerült a polgármesteri tisztségért folyó harcban megszerezni. Képviselőtestületben azonban egy win-win helyzet alakult ki, tehát 18 fős testületből 9 fős Fidesz frakció alakulhatott, és volt egy másik 9 fő, akiben 8 fő a baloldali összefogás, és egy fő függetlenként volt bent, és ezt követően pedig nyilván megtaláltuk azt a együttműködési módot, hogy tudjuk területet hatékonyan és normális módon irányítani a továbbiakban is, és az azt hiszem, hogy sikerült. Jó, és ebben Németh Szilárd? És ebben a helyzetben Németh Szilárd, mert ugye a kérdés az arra vonatkozott, hogy sikerült ezt az összeveszést összehozni akkor? Hát ezt szerintem nagyon sok helyen megjelent, én nem is mennék bele, mert megmondom őszintén, hogy nem csak azért várom, hogy vége legyen ennek a kampánynak, mert nem csak nekem, de szerintem az embereknek is, mert már a hócipője tele van ezzel az állandó politikai kampánnyal, de emellett nekem már ez is sokkal több, mint amennyi elégséges, hogy Szilárddal kapcsolatos múltbéli eseményekről beszéljek. Én egyetlen egy dolgot mondok önnek, és szerintem ebben nagyjából minden benne van, hogy mi okozta a feszültséget, és mi okozta a szoros baráti viszonyunkban a változást, az pedig az, hogy én megtartottam ugyanazokat az álláspontjainkat, amiket közösen képviseltünk. Tehát a gondolatvilágom, a gondolataim pontosan ugyanazok voltak, hogy a politika az miről szól, amit nekem mondhatom nyugodtan, hogy akár Szilárd tanított, hiszen mindent tőle tanultam meg a politikában 2002-től kezdődően, csak aztán én igyekeztem megtartani mindazt, amit odáig mondtunk a fontos ügyekben, a Kis-Dunapart beépítéséről, a munkásotthon, meg az egyéb csepeli közvagyonelemek, vagy vagyonelemeknek a helyzetéről. És innentől kezdve ez a viszony az, azt gondolom, hogy már nem tudott így megmaradni. Tehát önöm viszont azt gondolja, hogy ő más gondol erről. Ő szeretett volna, akkor én mondom ki, egy ilyen csepeli despota lenni akkor is, amikor már nem polgármester? Hát ez az egyik része az egésznek, igen. Tehát ez egy lelki történet, ezt szerintem sok helyen elmondtam, de én nem gondolom, hogy mi történt azóta, hanem pontosan tudom, meg akik itt laknak pontosan tudják, hogy mi történt. Tehát nem hiszem, hogy újdonságot mondok azzal, hogy ha azt mondom önnek is, hogy amikor a Covid alatt megérkezett hozzám az a kérés egy ilyen kihallgató bizottságtól, hogy adjam át a Csepeli munkásotthont teljes vagyonával, épületével együtt
a Szilárd Magánalapítványának, akkor azt hiszem, hogy ez nem egy újdonság itt a csepeliek körében. Én ezt nem tettem meg, mert nem csak az én, hanem több mindenki hozzáértők és illetékesek álláspontja szerint is bűncselekmény, hogyha ez megtörtént volna, hiszen magánalapítványról van szó, aminek a kezei közé került volna. A Dunapartot ezt mindenki pontosan látja, tudja, hogy milyen beépítési szándékok vannak, csak már nem lakópark feltétlenül, hanem most már más funkciójú, 18 méter magas, egyébként szállodának tervezett épületekkel, és ott a Csepel SC-vel kapcsolatban sem az történt, mint amit közösen képviseltünk. Úgyhogy nyilván ez a helyzet ez megváltozott. Én nagyon szomorú vagyok, hogy ez így alakult, és most már sajnos azt tudom mondani, sajnos vagy nem sajnos, hogy ez egy visszafordíthatatlan történet. Nem gondolom, hogy ezt bármikor vissza lehetne már fordítani. Elég mélyek a sebek szerintem mindenki oldaláról. Az biztos, hogy rám a csepeliek a továbbiakban is számíthatnak. Tehát az, amit közösen ígértünk, és én tartom az ígéretemet, ahhoz én hű fogok maradni, és Csepel az egyetlen egy olyan hely, meg egyetlen egy olyan közösség, ami számomra elsődleges és fontos. Borbély Lénárd, Csepel polgármestere volt a vendégünk. Köszönjük. Köszönöm szépen én. Viszonthallásra. És ez itt Változatlanul Nagy Kép, Németh Róbertel itt ülünk a stúdióban. Következő vendégünk pedig Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt társelnöke. Mindenféle hivatalos illemet most toljunk félre. Hello! Ó, szevasztok, egy jó tegeződés végre. Igen, hát most nem fogunk, mióta is ismerlek, szerintem olyan 2005-6 óta. Igen, de az csak kezd általános lenni a sajtóban, hogy úgy elengedjük a magázódást. Én nem szeretem, és ha egy mód van rá, tartom magamat a magázódáshoz, akkor is, hogyha ismerősöm az illető, már csak azért is, mert nagyon szoros barátom is van olyan, akivel magázódom, de ez itt most tényleg teljesen hülyén venné ki magát, és valószínűleg ez így fog maradni, hogyha esetlegesen úgy alakul, hogy a megszólításod az lesz, hogy polgármester úr. Gyakorlod ezt már? Hát figyelj, most amikor kellett intézni a választással kapcsolatos ügyeket a hivatalba, akkor valóban feltűnt, hogy a hivatal egy része elkezdett polgármester úrnak szólítani, ami nagyon kedves a részükről. Persze leginkább alul, tehát én mindig azokkal voltam jobban, akik az alaksorban vannak, és akkor ahogy ugye megyünk fel az emeleteken, ott egy kevésbé szeretek. Igazi underground vendég. Na várjál, kik vannak az alaksorokban? Ilyen moldáv vendégmunkások? Vagy bérrabszolgá? Hát, igen, ilyen titkos aranybánya. Hát a képviselőiroda meg szól azok, akikkel úgy kapcsolatban is vagyunk, ugye egyébként így. Az a kevés ember, akivel kapcsolatban kerülhetünk a hivatalban így az elmúlt években. Értem. Na tehát, de mégis. Vegyük a következő szituációt. Június, hát nem 10, mert valószínűleg június 10-én nem biztos, hogy beszámítható lesz rá. Így alakul június 11. Felkelsz, és benézel a tükörbe, és mondom, ha úgy alakul az eredmény, amire én azért 50% esélyt adok csupán, akkor azt mondod, hogy Kovács Gergely polgármester úr? Vagy mi? Próbálsz valami komoly képet vágni? Hát ez egy nagy kérdés volt, ugye, és mindig szóba jött, hogy ugye vegyek fel esetleg egy inget, vagy valami, mert ugye az akkor így több szavazatot hozhat, de én tényleg úgy gondolom, hogy ingbe vagy zakóba, öltönybe bárki képes megnyerni egy választást, tehát igazából az nem egy nagy kihívás. Pólóban az szerintem az, ami tényleg teljesítmény. De tesztelni fogjuk egyébként, tehát én most azt néztem, hogyha búvárruhában vagyok, akkor kb. Ilyen 43% körül, tűzoltó ruhában 45%, tehát itt most tesztelgetjük a különféle hozzáállásokat. És öltönyben pedig 22. Vagy lehet, végig lehet próbálni egy egész ilyen YMCA spektrumot. Igen, na jó, bocs, egy picit a tréfás hangvételt egy egész picit a komoly felé terelném, bár úgyse fog menni. Amiről most itt beszéltünk, annak ugye van egy általánosabb értelmezése is, amit mindenfelé így latolgatnak, meg értelmezgetnek, hogy most akkor a kutyapárt még viccpárt-e, vagy már komoly. Az EP listája az egy ilyen szakértői részben, ilyen szakértői listának tűnik. Tehát, hogy most hol áll ezen a viccpárt, meg a komoly párt ilyen, nem tudom, spektrumának, kutyapárt? Bevallom, hogy tényleg régóta nem tartom így kifejezetten viccpártnak magunkat. Nem is ez a kérdés, te mit gondolsz, hanem, hogy van megítélés.
hogy látod? Ja, hát az nyilván vegyes a mai napig egyébként. Egyébként az ment itt a megítélésben szerintem egy picit félre, hogy mi nem abban voltunk szerintem azért az elmúlt években mondjuk más, mint a többi párt Magyarországon, hogy vicpárt voltunk. Hanem abban, hogy abszolút ez az alulról jövő, és amit lehet, azt megcsinálunk, tehát a cselekvésre helyezzük a hangsúlyt, és hogy nem ígérgetünk a levegőbe. Csak mivel ugye előtte viszont kifejezetten vicpárt voltunk, mondjuk a 2010-es évek első felében, ezért valahogy ez maradt meg. Ez ilyen érdekes egyébként, mert én is valahogy azért nagyon máshogy definiáltam volna már az elmúlt években, és hát az önkormányzatokban meg szerintem hát nehéz mondjuk a Szuzit Ferencvárosba viccpártnak nevezni, amit csinál, vagy nem is hát tudom. Hát igen, ez itt a kérdésnek a gyökere. Mármint úgy értem, hogy ez a helyzet. Ezt kéne valahogy kibogozni. Igen, hát figyelj, szerintem egyébként meg a kettő meg mehet együtt, tehát az a része, hogy az ember valamire viccesen reagál, meg nehogy Isten a humort valamilyen szinten próbálja megtartani, vagy a humorát, vagy hogy bizonyos dolgokhoz humorosan állni, már ha éppen sikerül, és nem egy rossz poént sütünk el, az szerintem megfér együtt azzal, hogy amúgy meg az ember dolgozik és csinál dolgokat, tehát ebből nagy ellentmondást sose láttam igazság szerint. No, nem lett volna szerencsésebb az, hogyha 12. kerületi polgármester jelöltnek nem MKKP színekben indulsz el, hanem mondjuk valami helyi egyesület támogatottjaként. Valószínűleg a neved, meg az elmúlt 5 éves, 4,5 éves képviselői munkád az untig elég lett volna a beazonosításhoz. Nem gondolom, hát azzal szerintem így letagadtuk volna azt a akik vagyunk, meg hát azért a egyéni, tehát a képviselőjelöltjeink is ugye így a kutyapártból kerül ki a nagy része, tehát hogy régóta kutyapártoznak, van, aki mondjuk éppen elnökségi tag, még rajtam kívül, tehát szerintem ez felesleges volt. De itt egyébként szerintem ez, emlékszem egy interjúra, ahol talán 8 éve, vagy nagyon régen, az olimpiás pörgés táján Pokorni Zoltán adott egy interjút valami, talán a helyi tévének, vagy nem tudom, és akkor már akkor azt mondta, hogy a kétfarkú kutyapárt a második helyen áll a kerületben, meg mi ugye úgy kaptunk ilyen 13-15%-okat 5 éve, hogy igazából a szobromat ígértem meg, ugye meg, hogy az utat megcsináltozom a házam előtt, tehát szerintem ebben a kerületben az emberek tudják értelmezni, hogy mit jelent a kétfarkú kutyapárt, és nem feltétlenül csak a viccpártot látják bele. Igen, csak az a helyzet, hogy ami itt most, amire Robi is utalt, összemosódnak a dolgok, mert ahogy például az elmúlt időszakban eljártok az európai parlamenti választással kapcsolatban, az számunkra azt erősíti meg, hogy próbáltok visszakanyarodni az eredeti kutyapárti üzletnek, még akkor is, hogy tettetek egy olyan kanyart, ahol megmutatjátok azt, hogy most komolyan gondoljátok, most valamiféle komoly programot raktok le. Szakpolitikákat. Igen, így. Ehhez képest a mostani EP listavezetői vitára be fogjátok küldeni a Brutit, nyilvánvalóan egy ilyen kármentésből is. Ehhez képest viszont a 12. kerületben hát egy roppantul elképzelhető helyzet az, hogy te polgármester leszel. Hát a Bruti bevallom, így az M1 miatt jött leginkább szóba, tehát ez a... nem azért, mert a Marietta nem produkált valami fényesen a Partizán vitán? Ez egy jó kérdés, én szerintem nem. Hát ő az ATV-re fog menni a Marietta egyébként. Mi az M1-et próbáljuk a helyén kezelni. És azt, hogy 2 évente kapsz pár percet egy ilyen műsorban. És akkor azt szerintem ennyit érdemel, egy rádiókabarét érdemel, vagy nem tudom, szilveszteri kabarét érdemel. Oké, csak mondjuk februárban, amikor döntöttek a listáról, az alapvetően más helyzet volt, mint a mostani. Tehát akkor ti gondolhattátok azt, hogy a kutyapárti szavazók azok természetesen protest szavazók, de nem viccpárti szavazók, tehát számukra valamiféle komoly programot akartok kínálni. Ehhez képest az országos népszerűségeteket meglehetősen alámosta a Tisza. Hát, mert mit mondjak, most nyilván a Tisza párt az mindenkitől most vette, talán a Fidesz leszámítva elég sok szavazó, de hát ez egy ilyen helyzet. Milyen helyzet? Mert én őszintén szóval én találgatom, hogy ez milyen helyzet.
Hát figyelj, úgy azt tudom, a közszereket tudom elmondani, amit mindenki más. És alapvetően meg az ember azt várja, hogy mi lesz ebből, mert itt ugye az nagy kérdés, hogy egy párt az ugye nem egy ember, hanem sok száz ember. És az, hogy ez milyen lesz, az alapján fog kiderülni. Hogy mondjuk a fővárosban hogyan fognak dolgozni, nehogy Isten, akik oda bekerülnek a részükről. Szóval az, hogy ez a párt igazából milyen, azt szerintem akkor fog kiderülni. Most egyőre annyi lesz, hogy begyűjt majd persze 20% szavazót, ami azért nyilván is peszkó helyzet Magyarországon, és nyilván ez egy kritika, és nyilván felénk is. Tehát nyilván nekünk is, előttünk is lett volna az a lehetőség, hogy mi gyűjtsük be ezt a 20%-ot. Akkor mit rontottatok el? Hú, hát szíj, azért nagyon sok mindent. Például az, amikre a kérdéseitek az elején vonatkoztak, tehát én szerintem a mai napig, hogy mondjam, nem biztos, hogy elkészítettük azokat a videókat, meg nem tudom milyen anyagokat, amik alapján mondjuk a lakosság nagy része úgy tényleg tudná, hogy mit csinál a kutyapárt. Tehát hogyha ezt így jobban látták volna, de ez nem csak videók, ez bármi az akciókon keresztül is nyilván lehetett volna, akkor lehet, hogy ez a vízpárt kérdés már is fel sem merülne. Úgyhogy ilyen kommunikációs területen bizonyára voltak hiányosságaink. De ez csupán kommunikációs kérdés szerinted? Vagy van tartalmi is? Hát én azt gondolom, hogy amit csinálunk, én nem nagyon, arra nem nagyon van jobb ötletem, hogy mit kellett volna egyébként tényszerűen másként csinálni. Tehát az, hogy belefetszöltük minden energiánkat abba, hogy a helyi szervezeteket építsük, és helyben ilyen apró akciók legyenek, amik ilyen közösségépítés célzattal vannak. Én nagyon más célt nem látok egyébként, vagy nem láttam így az elmúlt években, tehát szerintem az a része, én azt gondolom, hogy rendben volt. Nyilván ez vegyes, és volt, ahol sikeresebb volt ez a helyi közösségépítés, és volt, ahol meg nagyon nem. Tehát azt is látjátok, hogy vannak megyeszékhelyek, ahol nem indul a kutyapárt, és egész egyszerűen azért nem indul, mert nem lett olyan ember, akiről mi is ezt gondoljuk, hogy megfelelő önkormányzati képviselő lenne, meg mondjuk ő is szeretne lenni. Hát azért, igen. Nem kezeltétek rosszul a belső konfliktusaitokat? Mert te végül is elindultál egy előválasztáson, tehát volt valamiféle kooperáció a hivatalos ellenzékkel. Szuzi, a másik társelnök, Döme Zsuzsa, ő alpolgármestere Baranyi Krisztának a 9. kerületben, részese az ellenzékből verbuválódott kerületvezetésnek. De mondjuk Viktor a Zsoltot, aki valami tanácsnoki, vagy mit tudom én, milyen posztot vállalt el Zuglóban, kizártátok azért, mert ilyen fajta együttműködésbe hajlandó volt belemenni. Hát a Zsoltot más miatt zártuk ki. Csak én erről nem szeretnék így a idézőjebben a hátul mögött így beszélni. Ott nem az volt a baj, hogy ő elvállalt egy tisztséget. Hát most be fog kerülni 40 emberünk önkormányzatokba, és nyilván lesz olyan, ahol bizonyos ügyekben nyilván együtt fognak dolgozni a többiekkel, és nyilván ez így elsőre a tagságnak ez valószínűleg ijesztő volt. És biztos lehetett volna jobban kezelni, előtte még 26-szor átbeszélni mindent, hogy mi miért fontos, meg mit miért csinálunk. Erre biztos, hogy nem figyeltünk eléggé, de figyelj végig, szerintem egész jól túl lett a párt azért a dolgot. Abban az esetben, ha polgármester leszel, mi fog történni a kutyapárttal? Hát megyünk tovább, vagy mire gondolsz? Hát gondolom, arra gondol az András, hogy lesz-e idő, energia, figyelem. Igen, például maradsz-e társelnök. Én nem maradnék, mondjuk, akkor fogalmazunk így. Felteszem ezzel az élel a kérdést. Az biztos, hogy én lemondással most nem kezdem el fenyegetni a tagságot, mert ezt kipróbáltuk pár hónapja, és nem hangzott jól. Hát figyelj, egyébként olyan szinten már működik a párt nélkülem, hogy a napi operatív része. Tehát azért az nagyon más, mint ami nem tudom, 5-6 éve volt, vagy 10 éve, amikor még nem tudom, akár én csináltam a weboldalt, meg én csináltam a webshopot, meg én csináltam a passzivisták felhívogatását. Tehát azért ezekre már vannak embereink. Igazából én most se kellek már ahhoz, hogy egy random keddi napon történjen, ami történik a pártban. Igazából amiket kell, azok nyilván a döntések, de hát az nem annyira sok idő. Lesz kutyapárti EP képviselő? Hát figyelj, nagyon remélem, hogy azért a Marietta bejutnak, talán még a Kata, és utóbbi azért már azért egyre nehezebb, de azért az 5% körüli eredmény egyelőre még megvan. Ugye a fővárosnál... Úgy gondolod? Két...
Hát a mérőség bal körül volt, nem tudom, volt 4 is, de volt ahol meg 6. Hát volt itt minden. Igen. Szerintem itt most ember nem tudja megmondani, hogy ki mennyit fog kapni ezt az egyet. Egyébként ezzel egyetértek. Így van, én is. Ebben a káoszban nagyon reméljük. A Budapest az meg olyan bíztató azért még, mert ugye ott ezt a 12%-ot mérik a budapesti listára, ami azért 4 ember. Az viszont szerintem... Te kire fogsz szavazni főpolgármesterként? Hát még az sem biztos, hogy szavazok, nem tudom, bevallom. Mi nem állunk be igazából semmit mögé. Kitaláltunk erre egy nagyon unalmas választ, hogy senkit nem támogatunk, de aztán majd biztos együtt tudunk dolgozni mindenkivel, kivéve az Alexandrával, mert vele ugye nehéz, mert nem gyurcsányos videókat akarunk készíteni, ezért nem látni a közös munkának a közös pontjait igazság szerint. Pedig szerintem abban profi lennél, tehát gyurcsányos videókat, azokat szerintem tök jól tudsz csinálni. Én rég csináltam, de igazából meg lehetne próbálni valóban. De mondjuk egyébként adott esetben ez a lehetőség is elképzelhető, hogy Szent Királyi Alexandrával kell együttműködnötök. Hát figyelj, nem tudom, tehát meg lehet próbálni, szerintem egy havi 3-4 gyurcsányos videót végül is összebírunk hozni, hogyha nagyon akarunk. De szerintem ez a max, nem tudom, ez neki elége az együttműködéshez. Ha ilyen 10-15 videóra gondol egy hónapban, az már sok, tehát szerintem az nem menne nekünk. Jó. Mi a véleményed arról, ami a fővárosi listavezetőtök körül történik? Tehát Baranyi Krisztináról beszélek, akire Ferencvárosban ráindított az ellenzék egy saját polgármesterjelöltet, nem is akár kit, pár héttel ezelőtt ő is a vendégünk volt, ami Baranyi Krisztina is, és Gegesi Ferenc is a kerület volt polgármestere. Hát ez egy tök szomorú történet, és valahol tök jól jellemzi az egész magyar politikai csődöt, amit körülöttünk zajlik, hogy ugye Ferencvárosban az történt, hogy a tényleg meg lett volna a lehetősége ezeknek az ellenzéki képviselőknek, hogy dolgozzanak. Ugye én átéltem, milyen itt egy képviselőnek lenni a 12. kerületben, ahol olyan, hogy 30 napúra kapsz egy választ, hogyha írsz valamit, stb. Ferencvárosban tényleg azt mondta a Kriszta mindenkinek, hogy csináljuk együtt a kerületet, vannak ötletek, van bármi, akkor azt lehet csinálni, bemehetnek az irodákhoz, megírja nekik a jegyző az előterjesztéseket, tehát hogy dolgozzák együtt. És ebből lett ez a szürreális helyzet, hogy hát leginkább azt lehetett látni, hogy mit próbálnak megakasztani ezek a képviselők, és aztán valahogy 5 év alatt annyira megsértődtek ezen, hogy nem csinálnak semmit, hogy fogták magukat és elindulnak a Kriszta ellen. Aminek egyébként én túl sok értelmét nem látom, nem minden, hogy veszélyezteti az ottani győzelmet, de hát azért valahol szomorú az egész. Mit értesz magyar politikai csőd alatt, mert hát ugye itt, amiben vagyunk, mondjuk ahhoz ennek van köze? Hát az, hogy kéne egy olyan ellenzék, akire érdemes szavazni. És nyilván ebből nőtt ki ez az egész Magyar Péter dolog is, hogy tényleg azt látod, hogy az ellenzéki képviselők nagy része önkormányzatokban nem olyan, hogy emiatt te azt mondod, hogy akkor hajrá is csináljuk, és akkor ti vagytok az én emberem, és akkor rátok szavazok. Hát nem tudom a Magyar Péter dolgot ilyen módon jellemezni, hogy ebből nőtt ki, hát számomra ez furcsa. Elegünk van a Fideszből, ezért szavazzunk le egy turbó fideszesre. Ne, hát szerintem benne nem a Fidesz látják. Hát, benne azt látják, hogy találtak egy olyan ellenzéki szereplőt, akit úgy érzik, hogy lehet követni. Szerintem ez ennyi. Tehát de ez a legkisebb része ebben, hogy ő a Fideszből jött. Tehát ha nem onnan jött volna, pontosan ugyanígy tudnának lelkesedni érte. Én nem gondolom, hogy ez lenne a legfőbb motivum. Nyilván az elején, az első 2 évben persze, tehát ezért lett ismert valamilyen szinten, de azért az elmúlt másfél hónap azt szerintem nem arról szólt, hogy ő a Fideszből jött. Hanem egyszerűen lett egy olyan karizmatikus fazon, akinek tetszik az embereknek, amit mond, és szívesen követik. Más ennyi, és ez hiányzott igazából sok embernek nyilván. Más véleményünk van a karizmáról. Mit ígérsz a 12. kerületieknek? Szobrod hát egyébként nagyon... megépül-e végre valahára? A Szobrom? Igen. A Szobrom valószínűleg igen, de hát azt megmondom, a választás előtt egy héttel fog megépülni, tehát az 5 év múlva az ugye mint a legfontosabb ígéret. Hát figyelj, erről nagyon hosszan tudnék beszélni, nem is tudom melyik részét mondjam. Amit azonnal lehet csinálni, az ugye hál' Istennek itt olyanok a közbeszerzések, hogy azok keretközbeszerzések, tehát igazából nem kell lehívni ezeket az összegeket, amik vannak.
Tehát gyakorlatilag újra ki lehet írni mind a mélyépítést, a magasépítést, éppen lejár a menza, éppen lejár a parkolás, tehát ezt a részt tök hamar lehet rendezni, hogy normális versenyen válasszuk ki a cégeket. És hát ugye a másik, ami meg a fontos talán, hogy itt azért nagyon sok szempontból megállt az idő. Nem eufémizmusból mondom, hogy az elmúlt 5 évben nem történtek itt új dolgok ebben a kerületben. Se a részvételiség területén, se kulturális vagy közösségi terek létrehozása területén, se az, hogy egyáltalán valahogy az önkormányzat úgy beszélgessen a lakossággal, ahogy azt mondjuk ma már lehetne. Úgyhogy szerintem nagyon, nagyon könnyű lesz jó irányozni a dolgokat, mert tényleg megállt itt az idő sajnos. Milyen a viszonyod, személyes viszonyod a kerület jelenlegi polgármesterével? Képzeld, nincsen. Én igazából 4,5 éve beszéltem vele szerintem testületi ülésen kívül. Bármilyen formában, tehát nem, nincsen kapcsolatunk. Ez mondjuk egyébként érdekes, mert a Pokornival lehet kultúrlény módjára beszélni. Persze, amíg nem kezded el megírni az ingatlanadásaikat, meg a közbeszerzéseiket. Aha. Tehát amíg nem vádroz azzal őket, hogy mondjuk korrupció gyanús ügyeik vannak, addig nagyon barátságosak természetesen. Utána már nem. És vannak? Hát, nagyon sok van, igen, szinte csak az van, igen. Hát az értékesebb dolgoknál, ezt tényleg merem állítani, hogy itt az elmúlt 15 évben, mondom, itt a két nagyobb tétel, ugye, ahol nagyobb pénz mozog, az ingatlanadás, illetve a közbeszerzés. Gondosan ügyeltek arra, hogy ne legyen érdemi verseny ezeken a területeken, ennek nagyon kifinomult és profi módjai vannak, amit persze nem mindenki ért, ha az ember megírja, mert azért bonyolult dolgok néha, de talán azért átjött ez most arra az embereknek. Elképzelhető-e az, hogyha polgármester leszel, akkor egy idő után mozgalmat indítasz annak érdekében, hogy hegyvidék váljon ki Budapestről, mi első lépésként? Az nem lenne rossz, bár szerintem először Csillevérsznek kéne kiválnia valahogy a hegyvidékbe, és akkor utána lehetne. Utána csatlakoztak Csillevérchez? Hát talán igen, és hát ugye a Frank helyett azt volna ide csatolni, meg Budaörsnek a szebb részeit, meg ugye az adóbevétel az jól jönne onnan a különféle. Aha, tehát nagy hegyvidék. Igen, hát a parkoló örökből szeretnénk képezni majd egy kisebb hadsereget, és akkor azokkal terjeszkedni. Terjeszkedni minek? Lehet egy nyugati irányba, igen. Mi történik abban az esetben, hogyha nem nyersz? Hát nem tudom, én akkor, nem tudom, akkor nyilván azért képviselő leszek itt, illetve mondom, azért bekörülök a fővárosi közgyűlésbe, de én bevallom, meglepődnék, ha itt továbbra is maradna a Fidesz, azért azt láttam, hogy már nem elege van mindenkinek beüle itt a kerületben. Ezek ugye meg szokták csalni az embert, hogy a saját buborékjában mi van. Mi történik abban az esetben, hogyha nem nyersz, nem kap EP mandátumot a kutyapárt, és Baranyi Krisztina azt mondjuk, nem tartom túl valószínűleg, hogy a fővárosi közgyűlésben sem kap egy helyet sem a kutyapárt, de mondjuk Baranyi Krisztina az egyetlen, aki mandátumot szerez. Hát akkor rosszul szerepeltünk, hogyha ez történik. Nem tudom, hát figyelj, ami a párt működésének a nagy része, azt nyilván tudjuk továbbra is csinálni. Az a része szerintem mehet, tehát ez attól úgymond független. De mindestre akkor azért biztos sok mindent át kell gondolni, hogyha ennyire rosszul szerepelnénk. De azért nem gondolom, hogy ilyesmi előfordul. Na de ha mégis... Tehát ugye, mert ezt a projektet csinálod különböző változásokkal együtt lassan 20 éve, még Szegedről indulva. Nem jöhet elő az életedben egy olyan pont, amikor azt mondod, hogy hát akkor valami nagyon mást kell csinálni? De valami, a mai napig úgy vagyok vele, hogy nem nekem tényleg nem az a fő cél, amiket választáson el lehet érni. Nekem tényleg az a fő cél továbbra is, amit úgy egyébként csinálunk így a választásokon kívüli a hétköznapokban, és hát ezt mennyire tudjuk továbbra is. Én azt gondolom, hogy ezek azért jó dolgok, mert ezeknek mindenképpen van értelme.
attól függetlenül, hogy az ember hogyan szerepel egy választáson. Ha tudod közösséget építeni, meg ha nem tudom, tök mindegy, egy padot le tudod festeni, akkor annak volt értelme. Szerintem ezért szerencsés a mi működésünk, mert nem a választásokra van kiegyezve. Tehát ami a lényeg a pártnak, azt igazából tudjuk továbbra is csinálni, és azt szerintem továbbra is hasznos, meg értelmes dolog. Bárhogy is szerepünk egy választáson. Hú, ebből egész jó kerek mondatot sikerült. Aha, igen, azon csodálkozom, ez teljesen ilyen politikusi volt. Volt-e már rajta nyakkendő életedben? 2010-ben volt egy nagyon nagy gyűlésünk a Kossuth téren, és ott nyakkendőben voltam, és ott elég rosszul szerepeltünk, ott összesen jöttek az ajánlások, úgyhogy egy újabb bérva mellett, hogy nem érdemes nyakkendőbe. Rosszul ment volt én. Robi? Nagyon szép nyakkendős zárás volt szerintem. Jó, rendben. Én azért nekem bennem azért hiányérzet van, mert hogy én például hiányolom azt, hogy nem ígértél mondjuk Dunapartot a hegyvidéknek. Nem biztos, hogy azt itt akarnánk. Nagyon nagy a forgalom jelenleg a Dunaparton, szóval azt én nem szabadítanám rá jelenleg a kerületre, de ha már megszűnnek az utak a Duna partján, az autóutak, akkor esetleg lehet róla szó. A mai formájában szerintem inkább nem kérnék meg belőle. Jó, csak azért, mert van egy ilyen, ha Dunánál tartottam, akkor egy ilyen Tisza szintű politikai blikfang a közelmúltatokban, mert az 5. kerületnek van Duna partja, ahol kis hiány szintén kutyapárti polgármester jelöltje lett az ellenzéknek, és ez valami nagyon furcsa Gellert kapott. Hát ezt én néztem be az elején igazság szerint, ebbe a Juhász Peti nem csinált semmi rosszat a mentén, hogy mi tehát nem azért léptünk ki mögüle. Ezt én nem gondoltam át előre, hogy a Juhi ebben az értelemben egy ilyen hagyományos politikus, aki hagyományos módon kampányol. És hagyományosan át fog verni titeket, erre gondolsz? Nem, ő tényleg nem csinált szerintem semmi rosszat, hanem egyszerűen azt csinálja, hogy a többi pár politikusai kampányolnak, ami azt jelenti, hogy mindenféle egyéb politikusokkal hát megszervi azok támogatását, és ugye akkor velük fotózkodik, és mondom, ebben tényleg semmi rossz nincsen, mert mindenki ezt csinálja egyébként. Én szerintem ez így oké volt, hogy kijöttünk mögüle, most egy hónapja, talán emlékeztek, akkor már Jakab Péter biztosította a támogatásáról, tehát szerintem ebből azért érezni, hogy ő más úton kampányol, mint ahogy mi szoktunk. Uh-huh. Sokkal kelemetlebb lenne, ha most mi támogatnánk, és akkor érted, most mi lenne, vagy az van, hogy Jakab Péter támogatná a kutyapártos jelöltet, ami szerintem nagyon kelemetlen, vagy az lenne, hogy meg kéne kérni a Juhit, hogy figyelj, ne csinálj videót csak a Péterrel, ami szintén nagyon kellemetlen, úgyhogy itt igazából szerintem ez volt a fő oka, amiért mi ezt elengedtük. Hát azért, ha valakinek el kell magyarázni azt, hogy főleg 5. kerületi polgármester jelöltként ne csináljon Jakab Péterrel videót, hát akkor mégiscsak tényleg te nézted be nagyon. Mi a garancia arra, hogy polgármesterként nem fogsz ennyire benézni dolgokat? Semmi simán lehet, hogy megint majd valakit meg kell kérnem, hogy Jakab Péterrel ne csináljon videót, nem tudom. Mert így tényleg az volt, hogy megbeszéltük, hogy támogatjuk a Juhit, nem tudom, és utána hogy tök jó arc volt, tehát utána bármit akart csinálni, azt megkérdezte tőlünk. És akkor tudod, jött 3 nap után, hogy a Csárdi Antallal csinálna egy videót, aztán jött 1 hét múlva, hogy nem tudom, támogatni. Ja, és akkor egy ponton mondtátok, hogy akkor csináld, csak ne velünk. Hát figyelj, itt 2 út volt, vagy az volt, hogy úgy fogjuk legyomni ezt a 3 hónap kampányt, hogy igazából kicsészünk a Juhival, mert nem hagyjuk neki, hogy kampányoljon úgy, ahogy szeretne. Aha. Vagy pedig az van, hogy van egy kutyapártos jelölt, aki naponta mindenféle furcsa politikusokkal kampányol. Tehát, és ezt valóban benéztem, és ez valóban az én hibám volt. Kompatibilitási problémák léptek fel. Igen. Köszönjük szépen! Kovács Gergő volt a vendégünk, a Kétfarkú Kutyapár 12. kerületi polgármester jelöltje, és valami egészen széles palettán, ahogy a kisgazdák mondták annak idején, spalettán játszottunk végem az elmúlt 2 évben önkormányzati választásokkal kapcsolatban. Pár 100 fős bányász falutól eljutottunk a hegyvidékre. Így. Köszönjük szépen a figyelmet, a jövő héten köszönjük. Pedig még a választás előtt, ha minden igaz, akkor az EP-zni fogunk egy sort. EP-s mondásaink lesznek. Na, de jó volt. Ugye? Viszont hallás. Viszhal. Sziasztok. Hello.